Sziasztok, és üdv újra a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy új sminkes sorozat kezdete, amit kitaláltam, bár nem egy nagy vasszisztász. És az elgondolás a következő. Ki fogunk próbálni különböző sminkes, divatos esztetikeket, stílusokat, és azon kívül, hogy megmutatok egy sminket, megmutatok egy outfitet, el fogom mondani, hogy mi ez, mik a jellemzői, mit, hogy mit, merre, és a végén pedig elmondom a saját véleményemet arról, hogy nekem ez mennyire tetszik, mennyire jön át, használni fogom a mindennapokban, mit gondolok ezekről a dolgokról, stb. És az első videót kezdjük egy szerintem sok ember által ismert stílussal, ez pedig az e-girl lesz az. Úgyhogy ma e-girl-lé fogom magamat transformálni, amennyire az itthoni kellékeim éppen engedik, és a végén láthattok egy teljes tetőtől talpigos átalakulást, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor ne kattintsatok sehova. Kezdjük azzal, hogy mi is az az e-girl. Hogyha a különböző definícióit próbáljuk megnézni, akkor lesz eléggé degradáló definíció, és lesz egy inkább felnőttebb generációnak próbálom elmagyarázni, hogy mi is ez az új, modern, hip dolog, de kicsit nehezen sikerül dolog is. Összességében ez főleg fiatal lányokra jellemző, 16-tól mondjuk 19 éves korig, olyan csajok, akik sok időt töltenek számítógép és internet előtt, szeretnek videójátékozni, benne vannak az anime, manga kultúrában, általában Twitteren, Discord szerveren, stb. Található meg. Amivel alapvetően nem is lenne probléma, mert ebből a szempontból a kort leszámítva mondhatni, én is e-girl-nek számítok, viszont a problémás rész az az, hogy általában az e-girl-ökhöz társítják azt, hogy nagyon ilyen kis lányos hangon beszélek, és pénzt kunyerálok a nézőimtől, hogy éppen Twitch-en valamit közvetítek, vagy jaj, játszok valamin, és akkor előadom, hogy jaj, én nagyon kis csaj vagyok, és elég negatív fényt vet ez a női játékosokra. Alapvetően van egy ilyen ellenállás a srácok egy részétől, hogyha női játékosat találják szemben magukat, például LOL-ban, vagy C-ben, vagy bármiben, mert az az elgondolás, hogy egy, lányok nem videójátékoznak, kettő, hogyha mégis, akkor jó szarok benne, az egy dolog, hogy én az vagyok, de azért mások nem feltétlenül. És jön ez a modernkori dolog, hogy jaj, akkor ő biztos egy e-girl, és rózsaszín a haja, és rózsaszín az összes setupja, és akkor ő pénzt kunyerál, és cserébe meg úgy néz ki, mint egy 13 éves, és dughatóan néz ki. Ez a része, megmondom őszintén, nekem nagyon-nagyon nem tetszik, de sajnos a Belle Delphine és a hozzá hasonlók egész sokat tettek azért, hogy ez a fajta nézet legyen az uralkodó, hogyha valaki azt mondja, hogy e-girl. Pedig az e-girl az igazából az én korosztályom emójának a továbbfejlesztett, modern, már interneten felnőtt változat, gyerek változata, mert gyakorlatilag az én időmben az emók néztek ki hasonlóan, csak más hajstílusban, míg az e-girl-ökre főleg a paróka használat jellemző, addig nálunk meg mindenki a saját hajába próbál dolgokat építeni. Úgyhogy maga ez, hogy e-girl, ezt én nem használnám amúgy senkire se, csak hogyha szívni szeretném, mert nagyon sok negatív konnotáció tartozik hozzá. De nézzük meg, hogy miből áll egy e-girl smink, hogyan is kezdenénk hozzá. Általában jellemző, hogy említettem, a paróka használata. Főleg pink, fekete, vagy ezek a kétszínű parókák, hogy az egyik oldal fekete, a másik pink, de szőkét is lehet látni, meg természetesen vannak is saját hajuk, de a fekete, fehér és pink színek az uralkodóak a sminkben és az öltözködésben is. Az erőteljes pink, pirosító, nagy, fekete, teljesen más stílusú, mint amit megszokhattál, szemhétus használata, és rengeteg sok highlighter, ezen kívül pedig a szívecske és a csillagmotívumok uralkodnak, ami lehet mit tudom, egy tussal valahol az arcodon, vagy pedig szívecske alakú highlighter, szívecske alakú pirosító az arcodon. A ruházkodás pedig ehhez hasonlóan a fekete, fehér és pink irányba mozdul el. Különböző olyan design elemek vannak, amit jelenleg e-girl-ökhöz társítanak, de igazából egy fekete-fehér csíkos felső, tehát ez a Breton csíkos felső, ez már Coco Chanel idejében is volt, ezt akkor még nem volt senki e-girl, de mindegy, most már ezt
eagle-nek mondjuk, de ahogy említem, nálunk annó ez még az emós volt. Úgyhogy ezeket alapul véve, én most megpróbálok elkészíteni egy eagle sminket méghozzá, ez alapján, a smink alapján, hogyha rákeresel így, hogy eagle makeup, akkor ehhez nagyon-nagyon hasonlókat fogsz találni, de mindenki megpróbálhatja ezt a saját stílusában reprodukálni, úgyhogy kezdjünk is bele. Igazából a korrektort már felvittem, mert abban semmi extra nincsen, és először kezdjük szerintem a szemsminkkel, amihez én most a Colourpop-os szemhéjpuderémet használom, mert hogy kitaláltam, hogy ezekhez a sminkvideókhoz olyan dolgokat fog használni, amiket nem használok túl sűrűn. És ezekből is a pink árnyalatokat, és kezdjük ezzel a színnel, ami a Puddle nevet viseli, és igazából ezt fogjuk felvenni a mélyítővonalra, külső vébe és gyakorlatilag az egész szemhéjunkra. Engem nagyon zavar ez az e-girl megítélés, mert én is egy olyan lány vagyok, aki nagyon szeret videójátékozni, barátnőkkel, haverokkal, párommal, és gondolkoztam, ahogy már egyszer talán említettem, Twitch csatornán, de kicsit félek tőle, hogy alapvetően az lesz a megítélés, hogy jaj, persze azért néznek, mert lány vagy, meg csöcseid vannak, miközben ki se akarok tenni semmit, meg lenne egy itthon eredeti koncepcióm arra, hogy én ezt hogyan csinálnám amúgy. Ahogy itthon, én még más nem láttam, de sajnos ez az e-girlség egy kicsit negatívabb lett így az emberek szemében, mint ahogy szerintem az elsőre várható lett volna. Nem probléma, hogy az eldolgozás nem tökéletes, hiszen itten van. Nem probléma, hogy az eldolgozás nem tökéletes, hiszen itt nagyon fiatal lányokról, nem pedig sminkmesterekről van szó. Felvittem itt még az alsó szempillasorra is, és összekötöttem a kettőt, és enyhén kihúztam, de ahogy látjátok, egy színblokk lett a szemem. Ezt egy icike-picikét fogom árnyalni ezzel a még pink, de már lilába hajló árnyalattal, főleg itt a külső részén. A sminknek, csak hogy ott egy picit erőteljesebb legyen. Bármilyen pink árnyalatot lehet használni, a baba rózsaszíntől az Atom Neon Pinkig, sőt a rózsaszínes lila is még ide tartozik, de a pink az egy fontos alkotó eleme az e-girl sminknek. Ezek után rátérünk a belső szemzugban lévő highlighterre, amit egy fehér szemceruzával fogok felvinni, ez a NYX Epic Wear szemceruzája Pure White árnyalatban, megnézzük, hogy ez mennyire lesz erőteljes, és teljesen itt a belső szemzugba, és egy kicsit le fogjuk így húzni. Van egy, hát mondanám, hogy enyhe, de nem teljesen enyhe ázsiai sminkes beütése ezeknek a sminkeknek, nagyon sokat vesz onnan. És a lényeg az, hogy mondjuk kihegyezhettem volna szegényt. Ennek a highlighternek a lényeg, hogy legyen erőteljes. Látszódjon. Valahogy így. És egészen hosszan ide be fogjuk húzni a szem alá. Majd pedig jöhet az egésznek a lényege, a szemhétus, és ez fog nekem egy kis problémát okozni. Én ahogy a szemhétust csinálom, viszonylag felfelé szoktam húzni, hogy egy picit hosszítsam a szememet, mert nekem nagyon kerek szemem van, és szeretem, hogy egy kicsit mandulavágású. Viszont az új Gen Z sminktrend és e-girl sminktrend szerint a szemhétus egy kicsit lefele irányuló, és nekem alapvetően nagyon lefele ívelő szemem van, úgyhogy egy kicsit ilyen szemem lesz tőlem majd. Amit egy kicsit félek, mert szerintem nagyon nem fog jól állni, de semmi probléma. És ennek a lényeg a következő. Nem itt kezdjük, ahol összeér az alsó és a felső ív, hanem egy picit lentebbről húzzuk a vonalat, majdnem, hogy egyenesen, nem teljesen le, nem is száll egyenesen, hanem így a kettő között egy nagyon, nagyon pici ívben. És hogy ezt visszahúzzuk, nem szabad, hogy túl magasan legyen, de nem is ide lefele húzzuk, szóval Franc se tudja, hogy ez hogy fog kinézni. Ezt
aztán lehet, hogy még tetszeni is fog. És egészen ide a szemem közepéig fogom körülbelül meghúzni, de lehet végig is húzni, de a legtöbbször úgy láttam, hogy ide a szem közepéig van húzva. És egy viszonylag vastag, hosszú szemhétust csinálunk. Hogy nézek ki? A fények is milyenek már? Ha leveszem, túl sötét, ha felveszem, akkor túl világos. Jesus. És ezek után itt az alsó szempilla sornál húzunk egy kevéske mű szempillát, és egy picit ilyen animéssé tesszük a dolgokat. Itt érezhető már ez az ázsiai hatás a sminknél. Ezek után pedig felviszek egy adag szempilla spirált, és folytatjuk az arc többi részével. Ez az oldalam sokkal jobbra sikerült, mint ez. Ezzel nem tudom, mi van, de majd erre fele leszek, vagy nem tudom. A következő lépés a kontúr lesz, de nem az arcunkat fogjuk kontúrozni, hanem az orrunkat, ami számomra egy borzalmas felismerés volt, mert szerintem az orrom kontúrozhatatlan. De nem baj. Viszünk fel egy kicsit ide. Oldalra. Ez a Fenty Beauty kontúrját fogom használni, és szépen el fogom dolgozni Beauty Blenderrel. És én nagyon-nagyon picikét fogok tenni ide szám alá is, meg egy picit ide fölé. Egy picikét nagyobbnak tűnjön majd, hogyha rúzsozunk. Majd pedig jött a pirosító, és a pirosítót azt ide az orromra fogom feltenni, és nem az almácskákra, nem is ide föl, hanem egy picit így a szem alá erre felé, valahogy így, és ehhez az e.l.f. pirosító palettáját fogom használni, és abból szerintem ezt a két színt fogom egy kicsit összekavarni, és hát itt nem kell visszafogni magunkat a pirosítással. Abszolút nem baj, hogyha látszik. Ez az a fajta pirosítás, amikor nyáron úgy megkapja az arcodat a nap, és egy picit leégsz. Na pont úgy. Vagy amikor egy picit túl sokat iszol, alkoholizálsz, és valakinek ilyen borvirágos lesz az arca. Következő pedig nem lesz más, mint a highlighter, amihez az Essence Bloom Baby Bloom highlightert fogom használni, mert ez egy rózsaszín árnyalatú highlighter, és ezt se kell visszafogni. Bőven mehet az orcákra. És ide az orrunk hegyére is. Kezd összeállni. Most már annyira nem gyász, mint a legelején, most meg kezd összeállni. És ahogy említettem, még a szívecske motívum az fontos eleme a dolgoknak, és a képen a csajszinak itt az orcáján van egy-egy kis szívecske, és lehet kapni ezeket a kis lenyomom tusokat, és akkor olyan forma, de nekem olyan nincs, úgyhogy most kézzel fogok rajzolni. Hú, megbánom. Messzire látszik? Vagy csak úgy néz ki, mint ki nagy fekete pötty. De esküszöm nektek, hogy ez egy szívecske lesz. Mondjuk ilyet biztos nem rajzolnék magamra az utcán, de amúgy a többi az elég aranyos. Végezetül pedig a rúzs, amihez szintén rózsaszín fog használni, méghozzá matt árnyalatot. Úgyhogy szerintem a L'Oreal Lip Crayonját fogom használni, 105-ös Sweet and Salty
árnyalatban, mert ez egy visszafogott pinkes árnyalat. És miután kiúztam az aját, nagyon fontos, hogy a felső részt azt, vagyis mondjam, egybe húzzuk át. Tehát itt, ahol van ez a kis ív, azt át kell rajzolni. Így. Nem azt mondom így, hogy most már a többi rész is rajta van, nem csak a szemsmink, így egészen vállalható. A szemöldökemet direkt kihagytam, mert még a paróka fogja eldönteni, hogy milyen színűre festem, hogy meghagyjam az eredetit, vagy egy kicsit sötétebbre. Úgyhogy igazából elkészült az igaz smink része. Annyira nem vészes. Használnám-e a mindennapokba? Nem. Szoktam így pirosítót felvinni, csak nem ennyire sokat. A számat nem szoktam így rúzsozni, mert nálam nagyon látszik szerintem, nem csak közelről, de messzebbről is, hogy itt van ez az ív, és azon keresztül van húzva, nem pedig a saját vonalát követem. Ez a szemhétus forma meg csak akkor működik, hogy ilyen erősen kihúzom a belső szemzugot, különben nagyon lefele húzza a szememet, én pedig szeretem, hogyha egy kicsit felfelé van húzva és ívesebb, de lehet vele szórakozni, hogy egy picit más irányba húzom, más vastagsággal húzom, vagy lehet kipróbálom máskor is, viszont térjünk akkor át a divat részére. És hát ahogy említettem, az e-girl divat az nagyon hasonlít a régi emo divatra, de egy update-eltebb, újított változata. Hogyha beírod a Google keresőbe, hogy e-girl fashion, akkor amit én láttam eredményként, az egyszerre volt emo, punk, rock, k-pop és enyhe technover. Nem igazán az a ránézek, ne ez tipik e-girl, mert nagyon sok ilyen alt stílusból válogat össze, de az alapvető dolgok a következőek. Fekete, fehér és rózsaszín, csíkos és kockás, esetleg feliratos, a láncok mindenképpen, póló alá hosszújú, netz, térdzokni, rakott szoknya, bakancs. Úgyhogy összeszedtem az itthoni mindent, hasonlót, amin van, és összedobtam egy e-girl outfitet, ti pedig döntsétek el, hogy végül is mennyire lettem e-girl a végére. Sorry, I don't talk in a uwu voice. I don't know what you expected me to do. Uwu. Uwu. Nem vettem fel parókát, mert annyira kikapott már a vörös a hajamból, hogy egészen jól megy ehhez a pink témához. De végső konklúzió. Maga ez a smink szerintem egészen jól áll az én fejemen és szemformámon is. Nem hordanám teljesen így. Nem azért, mert túl extrém, mert én is extrémen tudok sminkelni, tehát nincs ezzel probléma. Egyszerűen nem az a sminkelési technika jellemzi ezt a sminket, amit én szívesen hordok. Ezt a fajta pirosítást régóta csinálom, ebben semmi újdonság nincsen, maximum nem ennyire erőteljesen, hanem egy kicsit visszafogottan. És az arcomra különböző dolgokat rajzolni sem az én stílusom közé tartozik. Viszont ennek a fajta tusvonalnak adni fogok még egy pár esélyt, ha más nem itthon próbálkozásra, mert sokkal kevésbé áll rosszul, mint ahogy én azt elsőnek gondoltam. Én azt gondoltam, hogy majd ilyen nagyon ilyen szomorú szemem lesz tőle, de nem. Mivel első próbálkozás azért nem sikerült tökéletesen, de majd kipróbálom későbbiekben is. Ez a rúzs megoldás pedig ilyen matt, visszafogott természetes színeknél jól néz ki, de szerintem a sokkal dárkosabb, meg erőteljesebb színeknél rajtam szerintem hülyén mutat, hogy ott átmegyek ezen a kis mélyedésen, amit nem tudom, hogy hogy hívnak, de összességében annyira nem olyan vészes. A
ruha része is tetszik, ezeket szoktam hordni, habár nem teljesen így. Itthon azért eléggé megnézik a nec harisnyát, független attól, hogy szerintem tök jól lehet különböző outfitekbe inkorporálni, de nem szoktam olyan nagyon sűrűn hordani, független attól, hogy van egy. Minden más pedig nagyon szívesen hordok, mert az én fejemben lévő K-pop fellépésémhez tökéletes, amikor itthon duruzsolok magamnak, meg úgy képzelem, mintha én valaki lennék, de mégse. De ehhez nagyon hasonlókat hordanak, és magával az outfitekkel nincsen semmi probléma. Amiben én viszont problémát találok, az maga a teljes egész. Nem tudom, mennyire látszik, vagy nem látszik, én magamon megláttam, hogy sokkal fiatalabbnak nézek ki tőle, mint amennyi vagyok. Amúgy sem nézek ki 28-nak szerintem, atom kisminkelve sem, de ezzel még fiatalabbnak nézek ki. Tehát szerintem, ha így kisminkelve csak tényleg a fejemet látnád, és egy picit feljel vinném a hangomat, akkor simán azt mondanád, hogy vagyok 16 éves, ez pedig szerintem baromira veszélyes, főleg az online térben, ahogy lányok sokkal fiatalabbra sminkelik magukat, mint amennyiek, főleg úgy, hogy ez a végeredmény, ez szám szerint 18 alatt is illegál, tehát hogy ezzel egy picit problémám van, és pontosan ugyanez a probléma, mint amilyen Belle Delphine-nel és a többiekkel, akik ennek a stílusnak a konkrét poszter gyerekei, hogy ha ránézel, azt látod, hogy ez egy maximum 16 éves, ami lehet, hogy itthon Magyarországon már legális, de azért morálisan bőven az elítélendő dolgok listáján van, és nem feltétlen szerintem jó dolog, hogyha mondjuk 20 évesek, meg 19 évesek, 16 évesnek sminkelik magukat, mert én most úgy érzem magam, mint hogyha visszacsöppentem volna gimiben, és most lennék 16 ezzel a sminkel. És ez szerintem baromira veszélyes, és baromira nem egy jó dolog feltétlenül. Úgyhogy nagyjából ennyi a véleményem erről a stílusról, de nyugodtan írjátok le ti is odalent a komment szekcióban, és azt is írjátok le, hogy milyen ötletetek van következő videó gyanánt. Olyasmivel gondolkozunk, ami nem csak divat részből áll, hanem smink részből és vice versa, mert akkor tudok ilyen kettő az egyben dolgokat készíteni. És tényleg kíváncsi vagyok, hogy ti milyen esztetikeket ajánlatok még, már van egy listám, úgyhogy majd azok mellé még szeretnék válogatni, és majd úgy jönnek ezek a videók majd, amikor én úgy érzem, de nem tudom, ha rám nézel, akkor küldenél nekem Loskin Tingyi? Vagyok annyira eager? Én küldenék magamnak. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le nem maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!